Az Európai Mobilitási Hét keretében péntek délelőtt az óvodásokat és az iskolásokat szólította meg a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ. A legkisebbek a Németh László általános iskola előtt gyülekeztek, hogy hagyományosan kis motorjaikkal, futóbiciklijeikkel, kerékpárjaikkal és rollerjeikkel bevegyék a Gáz utca lezárt szakaszát, ezzel is jelezve, hogy a környezettudatos közlekedés a jövőnk kulcsa. Az óvodás felvonulás után az iskolásokra izgalmas feladatok vártak a legmobilisabb osztályvetélkedőn. Nagyon sok programmal készülünk a hét folyamán, de a pénteki nap mindig arról szól, hogy a legkisebbeket és az általános iskolásokat mozgatjuk meg. A kicsikkel a Gáz utcán mentünk egy kört, ez a kisbiciklis, rolleres, kismotoros felvonulás, amin három óvodából érkeztek most a résztvevők. A másik pedig, ami ezután következik, az már a nagyobbaknak szól, általános iskolásoknak, ez a legmobilisabb osztályverseny, amikor öt iskola verseng azért, hogy ki legyen ebben az évben a legmobilisabb osztály. A versenyt az az osztály nyerte meg, amelyik a legtöbb alternatív közlekedési eszközzel jelent meg a Salétrom utcában, és a legtöbb pontot szerezte meg a közösségi közlekedés szabályai vetélkedőn. A győztes osztály jutalma a 2024 legmobilisabb osztálya cím mellett egy dekatlon utalvány és egy torta volt. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdemes volt részt venniük a programon, melyen a Gaja Környezetvédő Egyesület és a Depónia Nonprofit Kft. Is képviseltette magát. A Gaja Egyesület megújuló energiát népszerűsítő eszközökkel, ökológiai lábnyomszámítással és minikomposzt ismertetővel volt jelen, míg a Depónia a szelektív hulladék fontosságával ismertette meg a résztvevőket. A Gaja Egyesület több mint 10 éve szerves része az Autómentes Napnak, mobilitási hétnek, és hát természetesen a szemléletformálást, a környezeti értékek megvédését és az energiatakarékosságot helyeztük előtérbe, és ezzel kapcsolatosan van öt kérdésünk, amit szemléltető eszközökkel együtt kívánunk megvitatni a gyerekekkel. A rendezvény nem csak szórakozást nyújtott a gyermekek számára, hanem értékes tanulságokat is adott a fenntarthatóságról és a közösségi szemlélet fontosságáról.